Egy igazán izgalmas kirándulás van most a belvárosi tanulók háta mögött, hiszen Angliában tölthettek el egy egész hetet. Tavaly ősszel kezdtük szervezni a belvárosi iskolában ezt a kirándulást, a Challenge utazási irodának a szervezésében. A belvárosi iskola, a kertvárosi és az eperföldi iskola diákjai és tanárai vettek részt ezen a kiránduláson, ami most május 6-tól 12-ig volt. A kirándulásnak nem voltak korhoz vagy tanulmányi eredményekhez kötött feltételei. Az utazáson angolul tanuló 7. és 8. osztályos gyerekek vettek részt. A programoknak elég részletes bemutatása van egy külön lapunkon, ami nem igazán tudnám pontosan úgy felsorolni, ahogy történtek, de a fő célállomásunk, mint a program is hirdeti, London volt. Hát Londonban ugye a gyerekekkel több minden érdekességet megnéztünk, őket elsősorban igazából a múzeumok érdekelték, úgy vettük észre, ami tehát az utazásunk miatt sajnos a napi 3-3 óra a közlekedés miatt kicsit nem ment olyan zökkenőmentesen, mint ahogy szerettük volna, és így a egyes múzeumokra néha kevesebb időt ott, mint szerettük volna. Többek közt a Westminster negyed szépségeit, a 21. századi Londont, Greenwich-et és a Kensington negyedet is bejárták a 7 nap alatt. Voltunk a Madame Tussauds-ban, megnéztük a viaszszobrokat, az is egy igazi élmény volt. Talán azon belül legjobban a Star Wars-os részt tetszett. Az emberek sokkal türelmesebbek voltak, például volt olyan, hogy a piroson átszaladgáltak még gyalogosok 5 percen keresztül, és az autók egyszer sem dudáltak. A tanulmányi kirándulásról szóló hosszabb élménybeszámolót a május 30-ai Mindennapjaink című magazinműsorunkban tekinthetik meg.